Gyula Iván vagyok, jó napot kívánok! Egy új kertművelési eljárást szeretnék önöknek bemutatni. Igaz, hogy most éppen nem egy kertbe vagyunk, kijöttünk az erdőbe. Azért, mert szeretném megmutatni önöknek, hogy hogyan műveli az erdő saját magát. Mindenkinek nyilvánvaló, hogy a fák levelei ősszel lehullanak, ugye, és ezek szépen beterítik a talajnak a felszínét, egy puha takarót, paplant vonnak rá. Ez olyan, mintha mi otthon betakarózzunk télire egy meleg takaróval, mutatja, hogy a talaj talán nem fagy át annyira. Aztán a csapadék, amelyik megérkezik a talaj felszínére, az nem a talajt fogja betömöríteni, hanem ráesik erre a puha takaróra, meggátolja a tömörödést, de azon kívül ez a takaró magába szívja a nedvességet, magában is tartja, meggátolja az, hogy a víz elfolyjon a területről, meggátolja az, hogy a talajt elmossa, tehát meggátolja az eróziót, meggátolja, hogy a szél elvigye a felszínről a talajt, és hát van egy hihetetlen hozadéka ennek, ugye ez minden évben szépen, folyamatosan élőlények milliárdjainak a segítségével voltak éppen elkorhad, mondjuk, hogy humifikálódik, hát valójában ugye humusz lesz belőle. Szeretném ezt megmutatni, tehát itt van ez a puha takaró, nyilván a tetején vannak a ősszel lehullott levelek, és aztán itt azok, amelyek már elkorhadtak, és hát ugye ebből a folyamatból humusz keletkezik. Nem olyan nagyon vastag ez a humusz réteg, de az, hogy egy talaj teremjen a számunkra, ugye anélkül, hogy mesterséges anyagokat vinnénk be, ez a humusz réteg nélkülözhetetlen. Minden évben ez a rendszer megújítja magát, egyrészt biztosítja a talaj számára ezt a védelmet, másrészt pedig újra termeli ezt a humuszt. Ennek a talajnak az élővilága hihetetlen gazdag. Egy hektár területre vetítve egy barna erdei talajba körülbelül egy ilyen 30-35 tonna élőlényt találnánk. Tehát, hogyha a vakontól kezdve a mikroorganizmusig, a gombáknak a fonaláig és minden, ami a talajban él, képesek lennénk a tömegét megmérni, akkor ezt 30-35 tonnának találnánk. A természetben a talaj képződik és nem pusztul. Tehát magyarul mondva a talaj ugye minden évben megújul, de nem csak, hogy megújul, hanem valamennyi mennyiség, hát mondjuk itt így körülbelül egy ilyen erdőben, egy hektárnyi területen, egy ilyen egy tonna talaj az, ami évente keletkezik. Így csinálja az erdő. Most kijöttünk ide egy szántóföldnek a szélére, és azzal szemben, amit az erdőben láttunk, hogy ősszel a fák levelei gondosan betakarják a talajt, itt azt látjuk, hogy az ember ősszel kitakarja a talajt, felszántja. Magyarország területének majdnem a fele szántóföldi kultúra, tehát ez azt jelenti, hogy télére takaró nélkül, védelem nélkül marad az ország területének a fele. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nincs aktív talajélet, átfagy a talaj, tavasszal elaprózódnak a rögök, elporosodik a talaj, a szél elviszi, a víz elhordja, tehát magyarul mondva pusztul a talaj, másrészt pedig a csapadék tömörítő hatása miatt a csapadék betömöríti a talajt, a tápanyagot kimossa, elviszi belőle, tehát egy csomó olyan folyamat indul be, amelyik a talaj pusztulásával jár. John Crawford, ausztrál professzor, nemrégiben megdöbbentő adatokat tett közzé. Itt a fejlett Európában 17-szer gyorsabban pusztul a talaj az emberi tevékenység következtében, mint megújulna, emlékezve arra, ugye, hogy az erdőben a talaj megújul. És hát
annak megfelelően, hogy semmit nem adjunk a talaj felszínén, nincs ez a takaró, értelemszerűen nincs is semmi, amiből humusz képződjön. Tehát az a szép feketés-barnás humusz réteg, amit láttunk az erdőben, ez itt teljesen hiányzik a talajnak a felszínéről. Másrészt pedig hát ennek megfelelően az életnek sincs tápláléka, és ezért az élet mennyisége lecsökken. Az ottani 30-35 tonnával szemben itt legfeljebb 4 tonna élőlény marad a talajba. Az az ingyen segítség, amit megkapnánk a természettől, azt helyettesítjük voltak éppen műtrágyákkal, nagyon-nagyon sok fosszilis energiának a bevitelével, amelyet természetesen nem csak a talajnak a pusztulásával, hanem hát a tápanyagaink beltartalmi értékének a csökkenésével is jár. Hát így csinálja az ember. Akkor most megérkeztünk ide ebbe a bizonyos kertbe, amit eddig láttunk az erdőbe, azt próbáljuk itt utánozni. Hát itt nyilván nem a fák szórnak meg bennünket lombokkal, hanem egy lovak alól kiszedett aloma az, amivel takarjuk itt a földet. A mulcssal való takarást ismeri a biogazdálkodó és az, aki permakultúrát művel. Ez azonban egy szokatlan módszer, nem egy sekély 5-10 centi vastag mulcsot ragunk fel a felszínre, hanem 50-60 centit. Tulajdonképpen, ahogy az erdőben mutattam, itt is minden ősszel hozzuk létre ezt a vastag réteget a föld felszínén, azért, hogy megvédje a talajt a téli fagytól, és a talajban az élet aktív maradjon. Ennek tavaszra az a következménye, hogy minden szántás, ásás nélkül ez a talaj puha lesz, és alkalmas arra, hogy növényeket ültessünk bele tavasszal. Másrészt, ugyanúgy, ahogy az erdőben az avar megvédte a tömörödéstől, a mechanikai tömörödéstől a talajt, ez ugyanígy megtörténik, de a legfontosabb előnye ennek a vastag mulcsnak az az, hogy az a csapadék, ami az egész év során leesik, az raktározódik ebben a mulcsban, és szépen folyamatosan kerül átadásra a talajba. Védelmet nyújt még a rendkívüli hőingadozással szembe is, tehát a talaj felszínén lecsökken a napi hőingás, de a legfontosabb, ugyanúgy, ahogy az erdőben is láttuk, hogy ebből az anyagból humusz réteg képződik. Most szeretném megmutatni azt, hogy itt is, mint ahogy az erdőbe tettem, elkaparom a tetejéről ezt a vastag mulcsot, amit kiraktunk rá, és akkor hát elérkeztünk arra a szintre, ahol már a humuszt tudom megmutatni. Tehát itt a humusz, hát ez nem olyan vékonyka réteg, mint amilyen az erdőben volt, lényegesen vastagabb, és hát még nem is találom már az eredeti altalajt, ami egyébként ugyanolyan agyagos, mint amit az előző két helyen láttunk. Ez egy olyan technológia, ami nem csak környezetkímélő, hanem emberkímélő is. Mert kímél bennünket a munkába. Nem kell szántani, nem kell ásni, megsporuljuk az ezzel kapcsolatos kiadásokat, azon kívül nem kell locsolnunk, azon kívül, ahogy látjuk, alig találunk gyomokat. És ha van is gyom, nagyon könnyen kihúzható. A gyomosodási nyomás körülbelül olyan 20%-ra csökken. Tehát összefoglalva, vannak olyan megoldások, amelyek jók az embernek, és jók a természetnek is. Ha valaki kedvet kap, hogy egy ilyen embert és talajkímélő gazdálkodást folytasson, akkor a következő módon kell elkezdeni. Hát az első dolog, hogy a gyomokat el kell távolítani, és hát ugye nem úgy, ahogy felszántjuk a földet, meg bekapáljuk, meg egyebek, hanem ennek egy nagyon egyszerű módja az, hogy kartonpapírral szépen fogjuk és letakarjuk a növényt. Nem kell vele semmit csinálni, akár mekkora gyom van rajta, szépen betakarjuk kartonpapírra. 3 hétig kell, hogy a kartonpapír rajta álljon, 3 hét múlva ki kell, hogy takarjuk, 1 hétre.
majd megint 3 hétre betakarjuk, 1 hétre kitakarjuk, 3 hétre betakarjuk, és utána az évelő gyomok eltűnnek a környezetünkből. Miért van ez? Azért, mert amikor letakarjuk, akkor alatta, 3 hét alatt ez a zöld növényzet, amit most letakartam, szépen el fog sárgulni. Amikor kitakarom, akkor ugye napot kap, a növény a gyökeréről kihajt, és a gyökeréből használja ki tulajdonképpen az energiát. 1 hét múlva, amikor megint betakarom, addigra ő kevesebbet töltött vissza a gyökerébe energiát, mint amennyit onnan kivett. Ugye, és ezt a folyamatot ismétlem 3-szor egészen addig, amíg a gyökeréből, mint egy akkumulátorból kihasználom a benne lévő energiát. És akkor ugye eltűnnek az évelő növények. Utána ezt a papírt így hagyom a felszínen, nem kell ezzel foglalkozni, egy év múlva semmi lesz, tehát teljes mértékben elkorhad, a nedvesség természetesen átjárja. Utána 20 centi szalmát hozok a felszínére, és 20 centi vastagságba betakarom. Ezt követően 30 centi istálló trágya alom kerül erre a 20 centi szalmára, és aztán pedig még a tetejére is szórok egy körülbelül egy ilyen 10 centi vastag szalma takarót. A szalmának alacsony a nitrogén tartalma, amikor rárakom a magas nitrogén tartalmú istállótrágyát, akkor az eső, a csapadék, amikor kimossa ebből az ammónium nitrátot, akkor azt a szalma, ami alatta van, fel fogja venni. Tehát a nitrit nitrát nem a talajba jut, hanem gazdagítja nitrogénben az alatta lévő szalmát, és ez az egész elegy alkalmassá válik arra, hogy komposztálódjon. És a komposztálódás nem fog télen beindulni, mert hűvös, hideg a környezet, elvonja a hőt, viszont tavasszal, március-áprilisban beindul a komposztálódás, és a komposztálódásnak a termofil fázisa, amelyik olyan körülbelül 2 hónapig tart, tehát már nyár előtt gyakorlatilag befejeződik, ez elegendő meleggel látja el a talajt ahhoz, hogy ott a csirázáshoz megfelelő hőmérséklet alakuljon ki, tehát szemben a sekély mulcsal, amelyik éppen hátráltatja a vegetációs időt, azzal, hogy a napfény akadályozza, hogy a talaj felszínére kerüljön, és a talaj felszínét fölmelegítse, ezzel szemben itt a komposztálásból származó hő fogja elősegíteni a csirázást. Ha ezzel kész vagyunk ősszel, akkor tavaszig már semmi dolgunk nincs. Ha ősszel megraktuk a felszínt, és megjött a tavasz, akkor értelemszerűen ültetünk. Hát ez érdekes, hogy elképzelni, hogy hogy lehet egy ilyenbe ültetni. 3 féle módszert alkalmazunk, én most 2 fogok ebből megmutatni. Az egyik, az direktbe ültetünk ebbe az úgynevezett mély mulcsba. Most burgonyát fogunk ültetni, de ugyanígy ültethetünk bele uborkát, vagy mindenféle palántát is. A következő módon. A mély mulcsos módszerben a vasvilla az egyetlen használatos eszköz, kapálni nincs mit. Ahogy lehet látni, nem megyünk le a talaj színére, hanem körülbelül olyan 20 centi mulcsot hagyunk alul. És ebbe ültetjük be a burgonyát. Tehát ez a már tulajdonképpen komposztálódó, vagy komposztálódott humusztartalmú valami, amiben magát a burgonyát ültetjük el. Ez csak azoknak mondom, akik burgonyát ültetnek, hogy amikor így elültették, akkor szórjanak rá egy kis fahamut. Ez a burgonyabogarat távol fogja tartani a talajból, és amikor ezzel is megvagyunk, akkor szépen fogjuk, és jó vastagon visszatakarjuk. Ugyancsak direkt módszerrel ültetjük a palántákat, tehát ugyanúgy, ahogy az előbb egy árkot ástunk, itt is egy árkot ásunk. A paradicsomnál ez egy érdekes módszer, de nagyon sok más növénynél is alkalmazzuk. Ez egy ültető árok,
Így. És a növényt nem ilyen hagyományos módon fogjuk elültetni, hanem leszedjük a leveleket a szárról, így az utolsókat rajta hagyhatjuk, és aztán szépen fogjuk, és a növényt elfektetjük. Így. És aztán szépen fogjuk, és betakarjuk. Így. Na. Ezt itt így kitámasztjuk, kész. És mi ennek a lényege? Az a lényege, hogy a növényt lefektettük, és ezzel minden egyes nódusznál, ahol ugye lecsíptük a leveleket, gyökeret fog növeszteni. Megnöveljük a gyökértömeget, ez azt jelenti, hogy ilyen hosszan fogja szívni a nedvességet és a táplálékot, és ezáltal itt egy nagyon szép, erőteljes növényt fog fejleszteni. Ez azért nagyon fontos, mert nem csak majd a paradicsom mennyisége nő meg rajta, hanem azt valljuk, hogy az egészséges növény a legjobb növényvédelem. Eddig a magában a mulcsba ültettünk, és nem érintettük a talajt. Most két olyan módszert mutatok, amikor mind a két esetben megérintjük a talajt. Tehát egyszerűen széthúzzuk a mulcsot, de most egészen a humusznak a szintjéig próbálunk lemenni. Hát érdemes megfigyelni, ugye, hogy a mulcs alatt egy laza talaj van. Ez az egyik. Itt majd direkt ültetünk bele, csak a talajra vetjük a magot. És a másik, ugyanígy készítünk egy árkot, megint csak lemegyünk a földig. Így. Itt. Ez egy szélesebb árok, mint az előző. Így, és amikor ezzel így kész vagyok, érett komposztot hozok, és ide be öntöm ebbe a gödörbe. Így. Tulajdonképpen ez egy olyan, mint hogyha valaki bakhátat húzna, csak hát ugye itt nem földből, hanem komposztból építem a bakhátat, és két oldalról vastag mulcsal megtámasztom. Tehát így a bakhátas művelés végez, az tudja, hogy a bakhát erodálódik. A föld lepereg, eső lemossa, szinte őszre eltűnik. És én ilyen bakhátat komposztból megcsinálok, akkor tulajdonképpen 3 évig tudom ezt használni, tehát még egyszer ezzel munkám nem lesz. Az első évben, amikor ezt megcsinálom, ugye ennek egy olyan körülbelül most olyan 40 centi vastagsága lesz, ezekbe szoktuk ültetni a gyökérzöldségeket, vagy bármilyen apró magvat. Majd mindjárt megmutatom, hogy hogy történik ez. Különben itt már a hagymánál lehet látni, tehát ezek ugyanezzel a módszerrel kerültek elültetésre, már ki is keltek. Amikor elkészítettem a magágyat, akkor ebben az esetben most éppen petrezselyemet fogok beleültetni. Itt is van egy sajátos megoldásunk, hogy tulajdonképpen a természetben sem ás el senki sem a magot. Ugyan húzunk ide neki egy ilyen ültető barázdát, de így hagyjuk. Amikor elszórtam a magokat, megint hozok egy kis tiszta szalmát. Fontos, hogy ez a szalma nedves legyen. És akkor úgy nagyjából ilyen 3 centi vastagon letakarom. Ez nagyon fontos, mert ez fogja meggátolni azt, hogy kiszáradjon, és addig, amíg a mag ki nem kell, addig gondoskodnunk kell arról, hogy ez a szalma nedves legyen.
Ezzel a módszerrel ültetünk gyakorlatilag mindent. Ugye még egyszer az a logika, hogy a természetbe sem ültet senki sem bele a földbe. A mag leesik a felszínre, és utána ősszel a fű, hogyha elszárad, vagy éppen a falevél, akkor szépen fogja és betakarja. Tehát mi ugyanezt csináljuk, megint, amit a természet. És hogyha ez megvan, akkor jól belocsolom ezt a szalmát, és mondom, hogy addig, amíg ez ki nem kell, addig gondoskodni kell arról, hogy ki ne száradjon. És akkor ez a módszer, amikor teljesen lejöttem a talaj felszínre, ugye kitakartam, de szeretném megmutatni, hogy ugye, hogy miért is nem kell már ezt a talajt ásni. Tehát, hogy annyira puha az élet, annyira megdolgozza voltak éppen, hogy elő van készítve a számunkra, és akkor ebbe semmit, nagyon egyszerűen belevetjük a magot. Én most éppen céklát ültetek bele. Itt sem történik semmi más, mint egyszerűen a föld felszínére elszórom. Itt sem fogjuk földdel betakarni, hanem egyszerűen ebből a mulcsból takarunk rá vissza 3 centit. Szintén nagyon fontos, hogy ez nedves legyen, és hogy a kelésig ezt nedvesen tartsuk. Majd egyre vastagabb mulcsot terítünk rá, hogy nő a növény, hogy a védelmet biztosítsuk a számára. Hát most ezt befejeztem, én még májusban az egész kertnek az ültetésével kész leszek, és aztán 1,5-2 hónap múlva szeretettel várom Önöket, hogy megnézzék, hogy mi lett ebből. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket. Ahogy ígértük, visszajöttünk a kertbe. Most már nyár közepe felé járunk, és szeretném megmutatni, hogy amit együtt ültettünk, abból mi lett, illetve hát, hogy az egész kert hogy néz ki jelen pillanatban. Itt előttem lehet látni azt a 2 sor burgonyát, amit ültettünk, itt pedig azt a néhány paradicsombokrot, amit ezzel a vízszintes módszerrel palántáltunk ki. Itt van az a sor cékla, amit ültettünk. Én nem csináltam vele azóta semmit, gyomot sem szedtem ki. Csak emlékeztetőként mondom, hogy ez az a módszer, amikor bakhátat építünk komposztból, és aztán a közöket kimulcsoljuk. Hát lehet látni, hogy ennyi gyom nőtt fel. Majd az egész kertbe érdemes megfigyelni, hogy tulajdonképpen ebben az évben még gyomlálás nem volt, hogy milyen alacsony a gyomosodási nyomás. Ott az a másik ágyás, amit ültettünk, az a petrezselyem. Ez éppen egy kis kozmetikázás itt, a mulcsnak a felfrissítése folyik, eléggé megkopott már. És ha már éppen itt állok, akkor hagyd mutassam meg a póréhagymát. Tavaly ősszel behagytunk néhányat, és aztán az egész télen tulajdonképpen a mély mulcsból szedtük ki a póréhagymát. Ami meg nem fogyott el, az megmaradt magnak. Most már ez egy kicsit elvirágzott állapotban van. Ebből fogjuk majd a magot a következő vetéshez. Itt egy picit, ha tovább lépünk, akkor lehet látni, hogy a komposztdombot elborította a sütőtök. Ez egy spontán dolog. A sütőtöknek a magját kiszoktuk rakni akarattal a komposztdombra, és hát aztán ez így szépen magától ki kell beborítja a komposztdombot. Nagyon hasznos,
Egyrészt azért, mert meggátolja a kiszáradást, másrészt hát, mint gyomfolytó növény leárnyékolja a gyomoktól a fényt, és hát egy-két nagyobb gyomot kivéve tulajdonképpen gyomtalan a terület. Itt egy sor répa volt ültetve, ezt folyamatosan használjuk ki fel a konyhába. Megpróbálom kihúzni, hát így ezért lehet látni, hogy egyrészt nagyon könnyen kijön ebből a valamiből, hát másrészt meg még termett is. Hát van itt egy hátrány, hogy ez a laza talajban hajlamos a répa elágazni, de hát ennek a lovak nagyon fognak örülni. Itt van egy tőkrumle. Ez itt a tavalyi árvakelésű burgonya, amikor ősszel kirángatjuk a földből így kézzel a burgonyákat, akkor néhány gumó benn marad, a mély mulcs alatt áttelel, és akkor tavasszal ez itt magától nő. Hát a burgonya nem szereti a helyét, mint látjuk, de az a helyzet, hogy azt csináljuk, hogy hagyjuk, hogy ez az árvakelt burgonya felnőjön, ha már egyszer kikelt magától, nem kell vele semmit csinálni, csak voltak éppen leszüretelni. Hát ez meg megint ennyiből áll, hogy így szépen kihúzgáljuk a földből. És hát lehet látni, hogy hát mondjuk annyira nem szeret az árvakelt burgonya teremni, de ezért csak van valami kis dalap, valami alatta. És hát aztán ennek a helyére folyamatosan ültetünk, tehát ahogy szedjük ki, tavasszal ez adja nekünk az új burgonyát, hát most már egy picikét túlnőtt ahhoz, hogy új burgonya legyen, tehát így saját magától működik ez a dolog. Csak a végén nézzük meg a gyomtalanításnak az eredményét. Hát itt ez az a darab, amit akkor együtt gyomtalanítottunk. Lehet látni, néhány gyom kinőtt benne. Ezek, úgy hívjuk ezeket, hogy ilyen vendéggyomok, ezek elég könnyen kijönnek belőle. És hát aztán felemelem a papírt, most már eltelt időszak. Hát így néz ki. Át van járva alatt a pocokjárat minden. Ugye emlékeztetek rá, hogy a föld nem volt ásva, nem volt szántva. Hát ez ilyen lágy lett. Lehet látni, hogy a papír az már teljesen szinte eltűnt ennyi idő alatt.